Szomorú és elkeserítő az, ami az Európai Néppárt Európai Parlamenti frakciójában történik. Foglalt állást az RMDS, a Fidesz az alakulatból való távozása kapcsán. Az Európai Néppárt szabályzat módosításának gyakorlatilag a Fidesz kizárása volt a célja, szabályzatba csomagolt politikai szándékról van szó, fejtette ki híradónknak Vince Loránd. Az EP képviselő hangsúlyozta, a kizárás sehová sem vezet. Mint mondta, a politikai véleménykülönbségnek helye van, és az Európai Néppárt eddig ilyen szervezet volt. A Wilfried Martens által bevezetett néppártban megfértek a különböző politikai vélemények. A jobb oldal ugyanis sokszínű, a keresztény demokráciától a konzervatív megközelítésig, és ezeket a véleményeket mindeddig integrálni tudták. Ami azonban a Fidesz-szel történt, azt elfogadhatatlannak tartjuk, mert az is a vélemény különbség volt a kiváltó, pedig ez pedig a migrációval kapcsolatos. Nagyon kemény, nagyon egyértelmű, és azt gondolom, hogy Európa számára a legjobb megoldást jelentő álláspont volt. Az RMDS a néppárti frakció tagja maradt Brüsszelben, azonban olyan frakcióban szeretnének dolgozni, amely teret ad a különböző véleményeknek és visszatér az eredeti, a kereszténydemokrata jobboldali értékközpontú politizáláshoz, hangsúlyozta Vince Loránd. A szövetség EP képviselői a frakció szabályzat módosítása ellen szavaztak, mert úgy gondolják, ez a módosítás gyengíti a belső kohéziót. Mint arról beszámoltunk, szertán kilépett az Európai Néppárt Európai Parlamenti frakciójából a Fidesz. A magyar kormánypárt azzal indokolta döntését, hogy a néppárt a Fidesz kizárása érdekében módosította a pártszabályzatot.